A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel köszöntöm Lévai Ferencet kettős minőségében az Arany Pont ZRT elnök vezérigazgatóját, illetve a MAHAL szóvivőjeként. Egy jó hírt kaptunk, az idén az év végéig 3,1 milliárd forint támogatást biztosít a szaktárca, a kormányzat a haltermelők számára. De hogy megértsük, hogy ez miért is fontos, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk az időben, hiszen az elmúlt esztendő és az idei év nem különben rendkívüli problémákat okozott. Kezdjük talán azzal, hogy a jelentős drágulás, az input anyagok drágulása mennyiben nehezítette meg a munkát. Pontosan annyira, mint bárki másnak. Az a különbséggel, hogy az állattenyésztés megint egy kicsit, hát hogy is mondjam, talán kevésbé szeretett gyermeke a magyar mezőgazdaságnak, azon belül a halászat pedig elveszett is árva gyerek, mert hát végül is a halászat a világon semmiféle támogatást, bármilyen élethelyzetével, legyen az aszály, legyen az hatalmas árvíz, legyen az gátszakadás, legyen az a halállomány pusztulása, bármilyen fogva, semmilyen támogatásra nem jogosult. Tehát azt gondolom, hogy mi úgy vagyunk, hogy mi már mindent kibírunk, mert már eddig is kibírtunk mindent. Sajnos ennek megvan az ára is, mózsolódnak le halasztott területek, egyre többen, főleg a fiatalok azt mondják, hogy apám, hát érdemes nekem ezzel kilódnom, amikor ha kukoricával vetném be, rögtön kapnánk 70 ezer hektáronként. De meg az életben nem hoztál ennyi hozzon hektáronként róla. De nem rózsás a halászat. A 24 ezer hektárnyi magyar halászat képtelen elérni azt, hogy a 4,6 millió szántó minden métere kap valamilyen területalapú támogatást, csak a halászat nem. Hát ettől nem vagyok boldog. Nem akarnánk ebbe belemenni, elmondtuk egy párszor. Oda fogunk lyukadni, ahol az őshonos állattartása. Elmegy 15 év, aztán támogatunk mindenkit, aki egy darab halastavat majd fönn akar még tartani, csak ne felejtsük el, ahonnan egyszer kiment egy kultúra, ahonnan egy ólból kimentek az állatok, ahol egy halastavat egyszer felszámoltak, soha az életben nem áll vissza. Ezt már azért tudjuk, megtapasztaltuk az előző időszakban. Nem a panaszkodás helye, a tavalyi év kegyetlen volt a halászat számára. És ilyen semmilyen támogatás a tavaly évben nem tudtunk kapni. 30% a tavaknak kiszáradt. Mit tudunk tenni? Semmit a világon, grízis támogatás se volt, semmilyen aszálykár támogatás nem volt a halászatban, senki nem kapott egy fillért se, azért megrült a hala mondjuk júliusban, mert elment a vízróla, és azok se kaptak egy fillért se, akik ezt az irgalmatlan mennyiségű vízhez kötött életű állatot kénytelenek voltak befogadni, mert a madármigráció sokkal veszélyesebb, mert annak nincs semmi ilyen kerítése, és amikor 25 ezer hektárból mondjuk 5-6 ezeren nincs víz, lásd Velencei tó 2,5 ezer hektárján, akkor oda megy a madár, mert ő tud repülni, ahova éppen takarmányt talál, az pedig mi vagyunk, a halastavak. Háromszor akkor a tömegű madár volt rajtunk, vidrától, hótól, mindentől kezdve, aminek életeleme a víz, mint előző években. Tehát ha valamiről csak úgy tudunk beszélni, hogy hát a halászat mohácsa, akkor tavaly év az volt. De nézzük az idei évet, és nézzük az erősebb jövőt. Minden, ami az idén történt, az a halászatnak pozitív értelemben kedvező volt. Erről természetesen senki nem tehet, hanem azt tehet róla, hogy az időjárás föltöltötte a halastavaikat, feltöltöttek azok a víztározó rétegek, amelyek nem kaptak évtizedig vizet. Magyarország vizes állapota, átmeneti állapot, most mondom rögtön, egy kicsit laufot kapott, egy kicsit időt arra, hogy magához térjen, és egy jobb vízgazdálkodással előzze meg mindazt, ami majd megelőzhető, azt az aszályt, aminek a nyomai azért itt vannak mellettünk, és csak a nagy szerencse, meg 2-3 időbe jött front mentette meg újfent a magyar mezőgazdaságot adta, hogy ne egy újabb katasztrófát éljen át, időbe jött időnként az eső, akármilyen formájában is. Lementek a takarmányára, köszönhetően két dolognak, az egyik az Ukrajnából érkező legális, illegális, nem tudom meghatározni a fogalmat, export, a másik pedig import, és a másik pedig ugye az, hogy a magyar termések is, a gabona termések is, ha minőségben nem is, de mennyiségben, vagy átlagos közepes esztendőt jósoltak, a
kukoricatermés az én ismereteim szerint pedig a közepesnél is jóval magasabb lesz. Ezek természetesen árcsökkenéshez vezettek. Azt kell mondjam, ennek egy része már nem sokat ért, azért nem, mert nem csak a halászattal hagytak fel, sokan is hagyták abba a haltenyésztést, hanem az állattenyésztés is számottevő veszteséget szenvedett, és én megkérdezném nagy tisztelettel azokat a növénytermesztő kollégáimat, akik tavaly ősszel ilyenkor 12-12.500, 13.500 forintért nem adták oda a kukoricájukat, hogy lesz még több is, még kapunk érte többet is. És mikor elmondtam, hogy te figyeljetek, de mi meg megdöglünk, hát nem tudunk állatot tartani, nem lehet 50%-ot megemelni egyetlen hónap alatt az árakon, hiszen erre egy iparág épül rá, feldolgozók, kereskedők, forgalmazók. Nem úgy vagyunk, hogy ennyi a búza, aztán most egy kicsit följebb ment a tőzsén, majd akkor valamit csinálunk vele. Az állattartás egy hosszú távú létesítmény, ez nehéz ipar. Nekem a hal 2,5 év alatt lesz kész, jó esetben. Egy sertésnek kell 6-8 hónap. A legjobb a csirke nyilvánvalóan maga 40 napos átfutás idejével. De mi nem úgy vagyunk, mint egy kukorica, hogy elvetettem, az 6 hónap múlva letakarítottam róla a termést. Akármi az a termés. És van rá biztosításunk, vagy napraforgón, vagy bármi másra. Hát a mi kitettségünk nagyon nagy, az állattenyésztésnek egy hatalmas érvágás volt, főleg a kisebbeknek. Nagyobbak mögött nyilván tőkerős és nagy cégek állnak, a krízissel jobban tudtak bánni, jobban tudták mindezt kezelni. Az állattenyésztés az egyszerre rázúduló, alapvetően a takarmány, illetve még a hozzá kapcsolódó szállítás és infrastruktúra drágulásokat nem tudta kivédeni. Ezért abba hagyták. Ne felejtsük el, az egész Európai Unióban az agráriumban dolgozók létszáma és a teljesítménye csökken. Ez nem jó tendencia, pláne nem Magyarországnak, aki híresen jó agrárvilágot és agrárgazdálkodásot. Ez az év nyilvánvalóan egy csökkenő lakossági keresettel számol, és ehhez járul az is, hogy másút is jó volt az időjárás, csehetnél, lengyeletnél is több volt a víz. A románokat tavaly nem tudtuk kiszolgálni, hiszen a szakma azt hirdette meg, nagyon okosan, azt hozzá kell tennem védelem a tavalyi álláspontunkat, hogy addig, amíg a belső piac minden szegmense ki nincs elégítve és ellátva hallal, ugyanúgy, mint bármilyen időszakban, addig nem engedünk exportálni, vagy legalábbis javasoljuk, hiszen meg nem tilthatjuk. Ezért aztán például nem szolgáltuk ki a román vevőinket, mert azt mondtuk, hogy karácsonykor nem lehet Magyarországon senki, aki ne találna halat, a horgásztalak nem magadhatnak üresen, hiszen 7-800 emberről beszélünk, aki horgászik. Nem lehetnek üresen a horgásztalak hal nélkül, csak azért, mert most asszály volt, hiszen éveket dolgoztunk azon, hogy fellendítsük a magyarországi halfogyasztást, évekig dolgozott azon a Magyarországos Horgászszövetség, hogy egy kiválóan működő szervezetet, egy köztesületet hozzá létre. Ezeket az értékeket egy-egy katasztrofális helyzet nem boríthatja föl, azt ki kell bírnia. De ezek a piacok persze közben másfele fordultak, mert azok nem maradnak üresen. Most például sokkal több halat hoznak be Bulgáriából, mint nálunk, és sokkal olcsóban. Bulgária még olcsóbb termelési tekintve, mint Magyarország. Hát, hogy az ősz az, hogy fog kinézni, elegendő halunk lesz, ez teljesen biztos, árcsökkenéssel fogunk számolni, ez is teljesen biztos. A Magyarországos Horgászszövetséggel megkötöttük a horgásztavak ellátásához szükséges halmennyiségre a szerződést, amely rögzíti azokat az átvételi árakat, amelyeket a MOSZ is el tudott fogadni a szakma képviseletében, mármint a horgászat képviseletében, amit el tudott fogadni, és azokat az árakat, amelyek stabilizálták a piacot most már jó néhány éve, hiszen se alá, se fölé ígérgetést nem tűrünk el ebbe a témába. Úgy gondolom, a kiszámíthatóságnak legalább egyetlen egy eleme maradjon már meg, ami a horgásztársadalommal való együttműködésünket illeti. Amit egyébként csak jónak tudok titulálni, semmi gondunk nincs vele. Azért az idei évben kiütközött néhány olyan anomália termelésbe, ami eddig még nem volt, és én nyugodt szívvel mondhatom, hiszen 1971-ben kezdtem el dolgozni, nem egészen most, hogy ennyire hisztériás évet, mint amilyen az idei volt, közel nem értem meg. Aszályos évek már voltak, ha a tavalyi kiúróan negatív volt még akkor is, de azért emlékszünk azokra az időszakokra, amikor voltak hasonló, ha nem is ekkora mértékű aszályok, de ilyen villámgyors időjárás változásokat, amilyenek az idén voltak, hogy egyetlen 24 órán belül 15 fokokat csökkent a hőmérséklet, hogy augusztus közepén, hát ha befűteni nem is kellett, de föl kellett venni a hosszú nadrágot, mert fagytunk, olyan hideg volt a tavasz, hogy április-májusban nem volt a tavakban hozam, mert a hal nem tudott táplálkozni, hiszen aki visszaemlékszik rá, május közepén be kellett fűteni a gyereke szobába, még olyan időjárás volt. A tavaszi plankton csúcsok, amik nálunk nagyon nagy jelentőséggel bírnak, hiszen akkor termelődik ingyen a hal, az olyan, mint a legelőnek a fűhozama, hogyha nem lesz meg májusban az eső, akkor nincs fűhozama a legelő, mert nincs, ami táplálja a legelő fűállományát. Tehát ezek bizony kiestek, és ez a
egyik napról a másikra történő légnyomás eséssel járó gyors időjárás változás, ez iszonyú károkat okozott a haltermelésbe is, nagyon sok helyen pusztult a hal, és ami nagyon érdekes is, még nem volt erre példa, de ennyi időben bizony elég sok helyen pusztult a hal úgy is, hogy egyszerűen egy külső öbölbe kiszaladt, mert 28 fokos az idő, gyönyörű minden, aztán ott maradt reggelre, leesett a légnyomás, lokális pusztulások 100 hektáros tavakon is előfordultak, 20-30-40 másra egy-egy öbölbe, mert nem volt oxigén, és a gyorsan bomló iszapgázok egy ilyen légnyomás esésnél felszabadulva megmérgezik a halakat. Tehát nem volt semmi. Nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire érzi az időjárás változást. Hihetetlen, hogy tegnap szóltam a kollégáimnak, hogy szerdán hideg frontot mondnak, megnéztük a mozgófrontot, ne etessük meg a halat csütörtökön, csak mérsékelten, vagy szerdadi után már, mert nézd meg, fönt van a víz tetején minden, mint egy büdös szobában, amikor az ember bemegy, rögtön az ablakot keresi, hogy hol kapnak egy friss levegőt. Na most a hal is ott van fönt a víz tetején, úgy tűnik, mintha irgalmatlan mennyiségű hal ott mutogatta magát, és öröm, nem, azért van fönt, mert a gázok alulról fölszorítják, nem tud lent lenni. A halak, a orgázok egy darab halad nem fognak ilyenkor, mert ugye a hal nem eszik, hiszen önvédelme az, hogy ő most életben maradjon. Tehát rendkívül hisztériás az időjárás. Nem tapasztaltunk még ilyet, ekkora változások nem voltak. Nagyon nagy mértékű a párolgás. Dacár annak, hogy az esők nagyon jótékony hatása voltak, és alapvizet megteremtették a hallgatóságukba, a párolgások mértéke elképesztő volt. A Nádor csatornán egy ugyanan belépő öntöző rendszer olyan szinten megviselte ezt az egyébként nagy teherbírású rendszert, hiszen itt sok vízen alapvetően, hogy ezt nem is akartuk elhinni, hogy itt lehet a mi Nádor rendszerünkön egy nem asszályos, normális vízjárású évben lehet víz problémája a halas tavak ellátásának. Hát az idén volt. Osztozkodnunk kellett a vizen azokat a termelőkkel, akik egyébként a hibrid kukoricájukat öntözték, vagy éppen a sárga répájukat öntözték, hogy nekik is jusson és nekünk is maradjon. A napi másfél centi 15-20 napon keresztül elpárolgott a tavakból, 30 cm úgy esett le a víz, hogy még egy hónap se tellett el, mert elpárolgott, felszívta ez az irgalmatlan napsütés. Annyira erős a sugárzás, hogy a halászatnak napszemüveget kellett adnom, mert aki a vízbe állt gumiruhába és dobálta a halakat, válogatta nagyság szerint, begyulladt a szeme attól, hogy olyan erős volt a visszavegődő, vízről visszavegődő sugárzás mértéke. Szóval ezekkel az anomáliákkal még eddig nem találkoztunk, mint amikkel az idén. Én azt gondolom, hogy a kollégáim jó része, akik megmaradtak, néhányan abba hagyták. Ugye azzal, hogy semmilyen tartalék nem képződik támogatás hiány, alaptámogatás hiányába az ágazatba, jó néhányan, és főleg a kicsik, azok a kicsik, akik apáról, fiúról egy-egy bitott testből éltek meg, egy család, két család, 30 hektár, 40 hektár, 50 hektár, nem tudta soha azt az infrastruktúrát kiépíteni, ahhoz kell, hogy ivadékot neveljen, tárolja, kitartsa jobb időre, válogassa azt a halat, nyári halászatokat szervezzen. Bizony ezek a kisebbek, ezek lemozsoltak és tönkrementek. És ha most átérünk a másik témára, a támogatásra, tudja, az egyik szemem sír a másik nevet. Az nagyon nagy baj, hogy egy ágazat nem tudja 7 év alatt elkölteni azt a nyavajás 15-16 milliárd forintját, amit egyébként az Európai Uniós támogatás jelent, és a magyar kiegészítéssel együtt számoljuk ezt. Tehát ez a támogatás nem a magyar állami támogatás, hanem az Unióból megmaradt a MAHOP nevű, tehát a Magyar Halászati Programnak a megmaradt, fel nem használt pénzei azok, amelyek most villám gyorsan decemberig kiosztásra kell, hogy kerüljenek, szkeptikus vagyok, nem fog kiosztódni ez a pénz, sajnos szégyen szemre vissza kell fizetnünk ezt a pénzt, ha csak a Magyarországos Horgász Szövetség nem talál jogcímet arra, hogy ehhez a pénzhez, mert ő köztestületként megkaphatja akár 100%-os támogatásként is hozzájusson, nagyon remélem, hogy igen, mert mi halászok nem fogjuk tudni ezt leigényelni. Először mióta halászatban vagyunk, egy krízis támogatás címszóval összerakott anyagot készített az ágazat. Ebben nagy szerepe volt a Halászati Kutatóintézetnek, Szarvasnak. Ez arról szólt, hogy az ukrajnai háború, az energiaárak, a takarmányárak, az asszály okozta károkat egyszer egy 101.300 forintos összeggel hektáronként támogatják. De ebbe is került egy kis csavar, mert amíg minden támogatásnál eddig még az volt az alapállás, hogy a vízjogi engedély, ami a jogosítványa a halászatnak, hiszen abban vannak rögzítve a paraméterei a tó területének, a tó összes engedélye, abban van lecsapolás, védett területi korlátozások, az a vízjogi engedély az, ami a személyigazolványunk.
Most a vízjogi engedély ehhez a krízis támogatáshoz nem volt elég, kérték a jogosultság igazolását. Még ezzel sincs baj, hiszen mindenkinek szerződése vagy tulajdona van, anélkül egyébként sem működik a rendszer. De ehhez még kérték a telephely igazolását is, ami úgynevezett tírszámot jelent. A telephely igazolást az be kellett szerezni mindenkinek, aki egyébként nem szerezte be mindenki hibátlanul, hiszen aki nem ad el és nem értékesít, nem kell telephely igazolás. Pont a kicsik azok, akik egyébként egy kereskedő elvitte minden halukat, és nem volt rá szükségük, mert igazolni tudták, hogy a saját haluk, hiszen tulajdonuk a halastó. Na, ezt még hagyjál, mert azt még beszereztük. Az eligazításon megkaptuk az ukázt, hogy ennek a két számnak mindenképpen szerepelnie kell, és a harmadik számból akkor még nem volt szó, most már ahol is szó van, a földtulajdoni lapról. Na most Magyarországon, ha valaki össze tud rakni úgy három földdel kapcsolatos dokumentumot, hogy az centire egyezzen, az mutassa meg, mert az Rodolfo bűvész technikájával ér föl. Mert a földhivatal, ahol még 50 éves tévedések is vannak az elszámolásokban, és mondjuk egy halaston belül is van háromféle művelési ág, mert benne hagyták a nádast például, csak mondok valamit. A igazolás, ahol a telephelynek ugye nem csak a halastó a része, annak vannak infrastruktúrális egyéb részei is, hogy centire pont annyi halastó szerepeljen a térigazolásban, mint amennyi szerepel a vízjogi engedélyben, na meg a földtulajdoni lapon. Szóval majdnem úgy éreztük, hogy mint egy kicsit a játék kiszorítózni lett volna, pedig nem az. Csak egy rosszul felépített rendszert alakította ki erre. Háromszor konzultáltunk benne. Ki fog esni a szakma egy harmada a krízis támogatás lehetőség alól, mert hiába van térigazolása, ha nem stimmel a vízjogi engedélyben lévő számmal, meg a földtulajdoni lappal, meg a szerződése nem úgy szól, meg a tulajdon, akkor olyan helyen állítunk akadályokat, ahol olyan pénzt veszítünk zömmel el, aminek a nagy része Európai Uniós a halászatnak szánt forrás. Én nagyon tisztelen becsülöm azt a munkát, amit Pap Zsolték elvégeznek ebbe a témába. De a kecskeméti rendszer egyfolytában emberhiányjal küzd, egyfolytában papírgyártásba fulladnak bele és ellenőrzésekbe, és arra a szakmai munkára, hogy ez a pénz időbe és oda jusson el, ahol valóban hatása van, arra egy kicsivel kevesebb időt, mint kellett volna. Mert ez a 3 milliárd is úgy képződött, hogy volt egy csomó olyan fantompályázat, amit meg akartak valósítani, mindig tudta a szakma az elejétől kezdve, hogy ez egy irreális törekvés, mondanám a zalaegerszegi lazac programot. Lazacot, édesvízi lazacot Magyarországon termeljünk vízbe. Hát köszönöm szépen, mintha a tengerek egy kicsit túl lennének a lazacsal rakva, csak mondom csöndbe. És mondjuk nagy voltunk mi már annak idén gumipippang nagyhatalom, nem akarnánk lazac nagyhatalom lenni Európa közepén. Van nekünk pontyunk, harcsánk és egyéb halunk, amit a termálvizeinkbe termelni tudnánk. Ott rögtön ott maradt 1,5 milliárd forint, amit a végén aztán nem használtak föl, és most mint olyan visszaesett, hogy hát most el kéne gyorsan költeni, mert elveszik ez a pénz. Tettünk javaslatot arra, hogy például amikor beérkeznek olyan pályázatok a rendszer kezelése során, amelyeknél azért egy szakmai grénium rögtön látja, hogy hát ingatag lábakon áll. Most mindenki afrikai halcsát akar tenyészteni, anélkül, hogy a piaci igényeket, a lehetőségeket, és azokat a piaci jutási formákat alaposabban megnézte volna, ami nem a csőd irányába vezet. Mert azért, mert valami most jó megy, és látszik abból, hogy a dinamikus fejlődés előtt áll 2-3 cég, nem biztos, hogy ezt ugyanabba a témába, ugyanarra a piacra kell ráfejleszteni, a piac komolyabb megismerése nélkül. És természetesen itt vannak azok az importok, amik hát mindenütt a világon jelentkeznek. Igen, van, aki Vietnámba termeltet afrikai halcsát, és azt mondja, hogy miután vegyes vállalata van ott, az épp úgy saját árujának számít, és lényegesen olcsóbban tudja azt a halat megtermelni, mint Magyarországon. Tehát egy kicsit sokrétűbb, átgondoltabb és alaposabb elemzés kéne már ahhoz is, hogy a magyar halászat előtt milyen lehetőségek vannak, és mi az, amit ki kellene használni. Az igaz, beszédes szám, hogy talán 20 hektár halastó épült az elmúlt 7 évben a támogatás mellett. Képtelenség a szakma annyi pénzt összegyűjteni, hogy az önerőből fejlessze a halastó területeket. És már beszéltünk erről, azért elmondom még egyszer, mert beteg lennék, ha nem tehetném meg. Egyetlen hektár halastó kiesése több száz hektár szántóföld ökoszisztémáját veszíti el. Több száz hektáron nincs annyi élet, nincs olyan biológiai összetettség, nincs akkora
természeti sokszínűség, mint egyetlen hektárhalastóba. Tessék leülni ide a partra hozzám. Ha 5 percen belül nem látunk valamit, ami mozog, ami él, ami élet, amit még nem láttunk, legyen az egy kirajzó kérés, legyen az egy ugró béka, legyen az egy sikló a viszitejét, legyen az 15 féle madár, amelyik elhúz, röpül, bukik, vagy éppen halad fogyaszt nálunk. Ez mind az élet, ez az ökoszisztéma, ez egy fantasztikus gazdagság. És tessék elmenni a kukoricába 3 óra hosszát. Ha valaki lát benne bármit, akkor azonnal fényképezze le, mert nem lehet benne. De mondhatnám ugyanezt a szőlőre, a gyümölcsösre, a 12-szer permetezett almásokra, a kék gazdaság, meg a zöld lábnyom. Érdekes módon hozzánk sose ér le, pedig nálunk tényleg az van. A legrövidebb úton adjuk alatt a termelőknek. Nálunk például helyből értékesítünk, és minden kollégámat arra bíztatok, hogy minél többet adja helyből, tópartról, alakicski vásárlópontokat csináljatok, kis piacokat magatoknak, hogy ne kelljen halad utaztatni a világba. Minél többet adjunk el ide, haza, ne a külföldnek hordjuk ki kamionnal a halat. Rengeteg olyan elemünk van, amit senki más nem tud megcsinálni. Fenntartható fejlesztés, fejlődés, fenntarthatóság csak a halastavakon van. Állandó versenyfutás folyik a műtrágyák, a növényvédőszerek, a hozamfokozók, és még az Isten tudja mi mellett, hogy a szántóföldi hozamokat valamilyen szinten fokozzuk, vagy kivédjük az időjárás hatásait. Nálunk erre nincs szükség. Pontosan olyan szisztémával termelünk, mint Dubravius cseh püspök által 1500-as évben megírt kézikönyv alapján, hogy kihasználjuk a vízben lévő természetes potenciálokat. És most még ragaszhatnám ezt a témát sokáig, de erre a kis gyöngyszemre, ami a magyar szántó területen belül nem tudok 100%-ot csak kifejezni, mert annyira kicsi. Erre senki nem figyel, csak azért, mert kicsik vagyunk, nincs elég lobbierünk, és nem tudjuk megértetni mindenkivel, hogy ha valahol akarsz Magyarországon valami kis zöld szívecsét, ami még dobog, na az a halastavak. Azok a halastavak. Nem a kiszágadó és tönkremenő hektáronként 30 kilós hal tömege rendelkező velencei tó, nem az üresen álló zámoli tározó, és még sorolhatnám tovább, akik bármit csinálhattak, nem tudtak előrébb lépni. Mi vagyunk azok, és az én generációm, amelyik, ha ki fog fogyni, amelyik ki fog ebből halni, elfogy az a lendület és az a nem tudom, hogy fejezem ezt ki, nem hívnám én ezt lelkiismeretnek. Ugye mi erre vagyunk kötelezve, ebbe születtünk bele, ebbe az ágazatba, mi nem tudjuk abba hagyni. De a gyerekem a számol, az enyém is, meg a barátom is, meg mindenki a számol. Apa, miért is van ez? Miért van nekünk mondjuk kimutatva 10 év hosszába átlag 4% nyereségtartalom? Hogy is van ez, mikor egy növénytermesztésben nézd meg a szomszédot, aki most vett az utolsó 130 milliós traktorját. Apa, mikor cseréljük le az MTZ-nket? Kérdezik. Ez nem az aranypont zéjáté, nehogy félreértés legyen. Mi nagyon időben felismertük azt, hogy a több lábon állás ad a gazdaság sikerének egyike. Diverzifikálni a tevékenységet, használni az erőforrásokat. Nekünk ma is megvan a 130 bivalja a bérelt legelő területünk, ahol fönntartjuk őket, ahol a hús megtermelik, ahol a természetvédelmi szolgáltatásért megkapjuk a támogatást. Nekünk most is van diósunk, mert szeretünk mindent a sajátunkba, nekünk ma is van gyümölcsösünk, van saját szőlünk, és minden bióba termelünk. És úgy kezdtük a kertészetünket is, mert meguntuk, hogy azt a paradicsomot rágjuk, aminek se íze, se bűze, és még 2 hét múlva is pattog, mint a gumilabda. És visszacsináltuk a kis kertészetünket, fél hektár az egész, de ellát mindnyájunkat, és tudjuk, hogy mit eszünk. Nem tudja mindenki ezt megcsinálni, azt is értem, mert ehhez kell valami, egy kis megszállottság, elszántság, időnként kockáztatás, és a mi horgászszemtomunkban nőtt a horgászlétszám. Mert nem emeltük meg a jegyárakat úgy, mint az összes többi szomszédunk vagy országos átlagban, azt mondtuk, hogy van itt 3 féle szolgáltatásunk, ha megemelem a belépő jegyárát, akkor nem lesz, aki a büfémet használja, és nem lesz az, aki majd használni fogja a horgászcikellátásomat, és nem lesz, aki a szállást használja. Inkább hagytam ezt alacsony áron, mert a sűrű fülér mindig biztonságosabb, mint néha egy nagy fogint leszakítani. No, egy kicsit térjünk vissza, és foglaljuk össze. Ezek szerint, tehát most a szaktárszáltal meghirdetett krízis támogatásnak lehet, hogy rossz a szó, meg a jelző szerkezet, de ebben a formában semmi értelme? Dehogy nem, óriási értelme van. Életünkben egyszer kapunk azt, amit minden paraszt megkap minden évben. Nem, hogy nincs értelme, a legnagyobb öröm. A baj az, hogy nem egy rendszer része. Ez egy kármentő intézkedés. Nagyon szépen köszönjük. Persze, hogy az uniós pénzt nem hagyjuk elveszni. Nagyon szépen köszönjük. Mert el is veszhetne. Sőt, ha így folytatjuk, el is fog veszni. Hiszen arra, hogy kiderüljön, hogy mennyi a maradék pénz, arra volt egy fél évünk, hogy arra még pályázhassunk. Úgy, hogy csak olyanokat lehetett pályázni, amikre gyorsan lehetett forrás szerezni, mondjuk hiába pályázták gépekre, ha nem jött be a gép fél éven belül, mert el kell december 31-ig számolni mindennel. Tehát
Ez egy kármentő akció, még egyszer mondom, köszönjük szépen, a krízis támogatás az, amit minden mezőgazdaságban tevékenyítő ágazat, minden szereplője, minden évben megkap, nem kármentés címén, alapjogokként jár. Egy hektár rizsga 200 ezer forint fölötti összeg, egy hektár szőlőre 90 ezer forint, egy hektár diósra 130 ezer forint. Mi most egyszer kapunk a saját alapunk visszamagadó kármentett részéből 110 ezeret. Hát nagyon szépen köszönjük, ezt is természetesen, mert mindent meg kell köszönni. De azért a rendnek nem ennek kéne lennie. A vásárlókat miként érintik ezek a problémák, hiszen nyilvánvaló, hogy azért azok az akciók, amelyeket a ma szervezett eredményesnek mondhatók. Így is van, még ebben a nyomorult világban, most értem itt a fogyasztást, még most is emelkedett a halfogyasztásunk. Azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan érzékenyé vált a vásárló az árakra, és ebben a hal nem áll jól, egy csirkemell áraért még élőpontot se lehet igazándiból kapni, és én hiába mondom azt, hogy igen, de a csirke a haddekás tojástól 40 nap alatt lesz másfél kilós, és nézd meg a minőségét is annak a terméknek, alapvetően jó kell lakni, fehérjét kell enni, és meg kell tudni fizetni. Nem állunk ebbe jól. A turizmust illetően pedig úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan vissza kell állítani azt a rendszert, ami a szépkártyás rendszer volt, azzal, hogy ráengedtük az élelmiszerpiacra a szépkártyás vásárlást, pont az a tudatosság veszett el, amit a kormány évekig propagált, hogy azokat, akik nehezen tudnak elmozdulni, nem tudnak félretenni pénzt arra, hogy elmenjen a családod egy hétre, akár csak horgászni is, vagy egy kempingbe, azok ebből a több zsebből álló rendszerből el tudtak menni, mondjuk színházba, a kulturális zsebből el tudtak menni, egy vacsorára el tudtak menni, egy horgászcentrumba vagy bárhova kirándulni. Ezt most azzal, hogy lehetővé tettük, hogy élelmiszert is vásárolhassanak rajta, ezt a funkcióját megszüntettük. Magad egy kisebb adózású pótlék, aminek igazán nem látom át az értelmét. Szerintem vissza kéne térnünk oda, ahol abba hagytuk, hiszen a turizmus is megszenvedte ezt az évet. Azért most már látjuk, hogy minden évközi nyilatkozat ellenére a turisztikai ágazat is súlyos veszteséget szenvedett el attól, hogy kisebb lett a kereslet, rövidebbek lettek a nyaralóhelyeken töltött idő, a vendégészakák, és bizony a fogyasztás is jelentősen visszaesett ezen a területen, aminek nagyon-nagyon sok vonzata van, ne felejtsük el, iszonyú pénz áramlott a Covid előtti időszakban a turizmusba. A közös feltárása a problémáknak megerősítette a MOHOZ és a MAHAL kapcsolatát? Abszolút módon. Nekünk a MOHOZ-szal a legkevesebb gondunk van. Azt kell mondjam, hogy az előző, ha az 50 évből 40-et veszek, akkor a 40 év az egymás alatt, egymás erőfitoktatásával, vagy egymás zsagolásával telte. Ez egy nagyon-nagyon jelentős változat, hogy a MOHOZ-szal a Magyarországos Horgász Szövetség kiváló kapcsolatunk alakult ki, és minden olyan kérdésben, amit fontosnak tartottunk, még mindig egy közös nevezőre jutottunk. Most éppen van egy napirenden lévő témánk, amit 3-4 harcos zöld fölvett magára, és most itt égő lángpalossal járják az országot, hogy nehogy már az amúl telepítését megkönnyítsük valamilyen szinten is. Már beszéltünk egyszer erről, de tudni kell, hogy a felmelegedés egyik mellékterméke az az elképesztő vízinövény búrjánzás, amit el se tudtunk képzelni ezelőtt 30 évvel, hiszen volt egy tenyészidő, amikor elindultak a növények, aztán volt egy ősz, amikor villámgyorsan novemberbe lefagytunk, most még november végén nézzék meg, zörög a nád, és még virágzik a hinár, és még minden vízinövény él, mintegy 30-35%-kal több fény érkezett a területünkre. Ez a fény úgy alakul át, hogy a növények tudják egyedül átalakítani. És ebből szenet készítenek, szerves anyagot készítenek, ez a hatalmas növénytömeg évente lerohad, ez okozza az iszap képződés és a feltöltő szukcesziót, és ez a jelenség, ami kezelhető volt eddig, hiszen a halálomány, az időjárás, a rövidebb tenyészidő leredukálta a vízinövények számát, ez most megfordult, a vízinövények sokkal jobban érzik magukat, mint a halak ebbe az időjárásba, hiszen őket nem zavarja a légnyomásesés, nekik egyetlen fontos feladatuk van, tápanyag és fény. Ezt a kettőt meg mindegyikből többet kap, de ugye nem mondok újdonságot azzal, hogy minden háztartási szennyvíz kivezetés az a felszíni vizekbe történik. Maradjunk abba, hogy azért a magyar felszíni vizek biológiai tisztító kapacitása az meglehetősen véges. Az eutrofizáció, az elnövényesedés, a feltöltődés, a szennyvíztisztítókból kikerülő elképesztő mennyiségű nitrogénnel és foszforral, a jó megtisztítóknál is. Csak mondanám, hogy a csapadékvíz bevezetések általában kijobblítik egy komolyabb esőnél a szennyvíztisztítókat is, és azok mind kikerülnek a patakokban, ádorban, malomban, és a többiben, amelyek folynak itt körbe karikába. Találkoztunk az a jelenséggel, hogy igazi haszonélvezője ennek a növény.
az a vízi növény, akit nem zavar az asszály, ha csak ki nem szárad, nem zavar a meleg, nagyon jó bírja, köszöni szépen, örül a fénynek, azzal sincs semmiféle baja. Csak éppen 5600 folyóméter, 5600 kilométer öntöző csatornát, ahhoz, hogy elfolyjon benne a víz, évente 4-5-ször kellene géppel kivágni. Most, ha ehelyett kiteszünk oda amúrokat, kiszámolva azt pontosan, hogy az adott növénytömegre, területi elosztásba hány darabnak kéne lennie ahhoz, hogy legalább nagyjából megtisztítsa, és az a tápanyag, ami a növénybe csapdázódik, az a tápanyag az a halba kössön ki, amit az ember, mindegy, hogy az ember eszi meg, vagy a vidra, csak ne növény legyen, ne töltse följebb a csatornát, engedje el a vizet benne. Hát erre, hát milyen inváziós halfaj, és 50 éve itt van az amúr könyörgöm. Orgászogás 25.000-27.000 kilogramról most lemed már 23-24.000-re. Orgász, és könyörögnek, hogy adjatok már, mert nem látunk ki a kínárból, meg a nádból. Ez a tavasz volt a legrosszabb, amikor májusban gyönyörű fények voltak. Csak olyan hideg, mint a tenger. A növénynek nincs erre problémája, hiszen a tiszta vízben, amit nem túlt fel a hal, úgy nőtt ki a növény, mint az Isten nyire, mire már a hal észretért. Amikor a mini kis apró zöldalgák megjelentek és meg tudta volna enni azokat a zooplankton, azt meg majd a hal, addig üres volt a víz, mert a tápanyag belecsapdázódott a hínár tömegbe, az óriási hínár mezőkbe. És akkor leállnak, hogy tök megmérgezik a vizeket az amúra. Szóval olyan fokú dilettantizmus és olyan fokú, valaki egy tévériporté a fél életét adja csak, hogy lássák és elmondhassa a mamájának, hogy ő milyen okosakat mondott. Szóval mondom, ahhozszal volt egy nagyon jó ötlet, együttműködésünk ezügyben, le kell ülnünk a tévé nyilvános, hogy elmondani, hogy álljon már meg a mellett, félreértettek valamit. Egyébként mert csak annyit még ehhez az egészhez, minden változásban van elképesztő sebességű be. Ha tesedik nem hozza be az akácfát, Magyarország igen nagy bajban lenne, mert az egyetlen melegálló fája ma az akác. Elrontottuk a fekete fenyő telepítéseket, a nemes nyara telepítését, igen, olyan fákat kell ültetnünk, amik bírják a hőséget. Nem fogunk tudni, ha így néz ki, barackot termelni a későbbi, mert 5 évből 4-szer elfagy a kajszi barac, ellenben beérik a füge meg a kivi. Változik a világ egészen más, mint amilyen volt 50 éve, 100 éve vagy 200 évvel ezelőtt. Ebben a világon semmi nincs, csak az okos használatok azokat veszik figyelembe, hogy ma aktuális. És a adott körülményekhez hogy tudunk alkalmazkodni, ezt hívják evolúciónak. Az evolúció az nem egy levelt karó, hogy az ősorvos is ettől kezdve itt kell lennie. Hát hol vagyunk ma attól, hogy Magyarországon csak szürke marha van? Igen, abból a legkevesebb, 1% vagy még annyi se. Az összes többi az olyan fajta, amely sose volt Magyarországon, lásd, Ósten Fritz. Mégsem kiabáljuk ki, hogy ezzel a jószággal éppen mi van. Tehát nem akarok ebbe belemenni, mert hosszú a nyúlt, és nem is akarnám a kedves néző türelmét feszegetni ebbe a témába. Azt akartam csak az egészből kihozni, hogy bizony ez az év is bebizonyította, hogy ahhoz, hogy egy ország, egy ember, egy gazdaság, bárki egyénként, vagy szociális közösségként nehéz időszakok jönnek, amelyeknek a problémái újszerűek, azoknak a megoldására kellnek újszerű megoldások, és azokkal a természet használatokkal kell megegyeznünk, és azokat kell összehangolnunk, amik ma vannak, nem amikről 50 éve írtunk. Csak mondanám, hogy annak idején 20 éve, aztán tényleg abba hagyva az akkori államtitkár úrra, hát volt egy kis polémiám arról, hogy hát miután mindig a halászok és mindenhol halat telepítenétek, a növényekkel problémánk lesz, és szentélyhortálokat fogunk a Tisza mellett kialakítani, a szentély holtágakba csak az őshonos halak és a vízi növényzet lesz, és akkor lesz olyan bemutató revier, ahol hát lehet látni, hogy milyen volt 150 vagy 200 éve a lecsapolás előtti Tisza. Én mondtam, hogy ez pont 2 évig fog működni. 2 év alatt a hal hiányába, a feneket túró és a növényt fogyasztó hal hiányába ezek a rendszerek föl fognak növényesedni, a második évre várhatóan ki fog dögölni az első télen minden hal belőlük. Ha nem télen, akkor majd augusztusban a hőségbe. Hát jelentem, ez a program, ez befejeződött a 3. évvel. Addig a döglött ki minden a szentélyhótágakból. De arról nem beszélünk, és nem beszélünk a teljesen elcseszett és rossz hód telepítésről. Méhetetlen károkat okozott a hód. A Dunai árvíznél most egyik fő probléma az volt, hogy hogy találják meg a hódduhakat előbb, mint az árvíz, mert ezeket a félméteres hatalmas üregeket, amiket ugye járatként kifúr a hód, azok életveszélyesek egy mentett oldali árt érni, ha van 2 méter a szintkülönbség. Hát ugye akkor nem beszélünk, amiket elkövetünk Budaság
címszó alatt, csak arra, hogyha valakinek van egy ötlete, ami esetleg még jó is lehetne, akkor nem vitázunk róla, hanem megmérgezik a vizeinket is. Már megint egy inváziós halfaj. Hát köszönöm szépen, ez csak egy ilyen mellékes volt, a hirtelen fölhorgadásomat nézzék el nekem a kedves nézők, csak szeretném, ha látnám mindenki, hogy nem abban a világban élünk, amiben 10-20 vagy 30 éve minden nap alkalmazkodunk kell ahhoz, ami van, és ahhoz, amit majd a jövőben látni fogunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.